Több mint 2 órás üléssel kezdte munkáját még decemberben a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság. A tagok akkor 110 pályázatot találtak érvényesnek, lakhatást viszont csak 9 családnak biztosíthattak. A potenták, a polgármester, valamint vagyongazdálkodás vezetője is kiemelték, lépni kell a 300 üresen álló, rossz állapotú bérlakás kérdésében. Amit most nem tudunk még kiadni, azok is ketté választandók. Az egyik a nagyon lelakott és nagyobb összegből felújítható lakások, meg vannak a kisebb munkával átadható lakások. Itt nagyon fontos, hogy a bérlők jelölésnél a szociális szempontok mellett azért arra is ügyelni kell, és majd ebben az irányban el kell mozdulni, hogy a lakók azért jobban vigyázzanak a lakásra, mert ez a gazdálkodás, ez egy körforgás, abból tudunk gazdálkodni és felújítani, ami befolyik. És abból sincs nagy előnye a társaságunknak, hogyha sűrűn cserélődnek a lakók, nekünk is fontos, hogy stabil lakók legyenek benn, mert minden kiürített lakás után azért egy 2-3 hónap szünet következik, addig nincs bevétel sem, és minél többet kell rákölteni, annál tovább is tart ez a munka. Úgyhogy a fő feladatunk, hogy begyorsítsuk a költségek szigorú betartásával, keretek közt tartsuk ezeket a felújításokat, és minél több lakást tudjunk átadni az önkormányzatnak. Sauta Marcella, a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke stábunknak elmondta, több szanálásra ítélt lakás is van Kanizsán, amelyek megfelelő felhasználása plusz bevételt jelenthetne a városnak. A városnak egy 10 éves adósságát törlesszük. 2009-ben született döntés az egyes önkormányzati szociális bérlakásoknak a szanálásáról, ahol most jelenleg is vagyunk, ez a Petőfi 42. Ennek a szanálására 2010. június 30 volt a határidő, és az elmúlt 10 évben erre nem került sor. Ezért a bizottság is úgy határozott, hogy a szanálásokat még az idén végrehajtjuk. Kiürítjük a Petőfi 42-t, és szeretnénk az itt élőket elhelyezni szociális bérlakásokba. Megtörtént a bérlakásoknak a felmérése. Azok, amik kisebb ráfordítással lakhatóvá tehetők, azok hamarosan beköltözhetők lesznek. Prioritást élveznek azok a lakók, akik szanálás alatt lévő lakásban élnek, illetve megkeressük majd a megoldást, hogy azokat, hogy hogyan tudjuk elhelyezni, akik esetleg nem jogosultak szociális bérlakásra. Itt mindenképpen egyeztetni kell majd a VGZRT-vel, illetve a humán osztállyal is. Azokkal az épületekkel, amik szanálásra kerülnek, azoknak mi lesz a sorsa a jövőben? Nagyon jó kérdés. Ezen is nagyon sokat gondolkodtunk. Azok az ingatlanok, amik értékes, önkormányzat számára értékes belterületi ingatlanok, tehát hasznosíthatók, azokat semmiképpen se kívánjuk értékesíteni. Elsősorban azok az ingatlanok kerülnek majd eladásra, amikkel a város igazából nem tud tovább jobban gazdálkodni, és akkor majd ezeknek a bevételét szeretnénk majd a későbbiekben a már meglévő felújításra szóló bérlakásokra fordítani.